chico seno! Azzal csíkos széna! Hú, azt nem hiszem el! Ó, ez egy fantasztikus pillanat a számomra! Zöld csíkos széna személyesen! Micsoda megtiszteltetés! Soha több még nem mossa meg a Könyvének. Hát persze, ezért volt annyira ismerős. A könyvével bélelem ki a kalitkát. Ott van a kép a borítón. Aláírna a példányomat, kérem, tessék egy ki ez a dilinyus? Kompuszió Fred vagyok, uram. Beleírná, hogy minden jót kíván, Zénó. Köszönöm, Mr. Híres ember. Leszállnál rólam végre. Éppen azért jöttem erre a szigetre nyaralni, mert ez az egyetlen hely a világon, ahol mindenkinek van világrekordja. Ezt nem is tudtam. El kéne olvastam a kalitka papírt. Hú! A gyümölcssalát a sziget hemzseg a rekorderektől! Jól van, mehet, Bunga. Vinnye úr tartja a legtöbb naptej használatának világrekordját. Ez elég is lesz a hasikámra. Cserkó azért rekorder, mert ő fél a legtöbb dologtól a világon. Körte Amália a világ leghamisabb énekese, akit valaha engedtek közönség előtt fellépni. És még sorolhatnám. Szóval itt mindenkinek van világrekordja. Kivéve engem. Én is akarok rekordot. De nem ma, budjant kis barátom. Szabadságon vagyok, és semmilyen körülmények között nem vagyok hajlandó rekordot elbírálni. De igen, 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 igen! Nem hallottad, mit mondtam? Hadd áruljam el önnek, mint dinnye a dinnyének. Soha sem fogja feladni. Soha! Soha! Adja meg neki azonnal! Amíg csak egy kicsit idegesíti, alkosson egy új kategóriát, ha kell, a világ legkókuszabb kókusza, akármit! Különben megbánja. Határozottan nem! Ma nem lesz rekord! Szabadságon vagyok! Akkor magának fúcs, barátom. Igen, adja, kérem! Fúcs! Csak engem ver ki ettől a víz. Zöldsíkos úr! 100 tengeri sünt egyensúlyozok az arcomon. Ez már világrekord? Nem, a rekordhoz 1000 kell. Tűnj innen, mert takarod a napot. Na, akkor tovább kell próbálkoznom. Olyan békés, olyan csendes, olyan jó, hogy végre nem szekál az a kókusztió. Zöldségkos úr! Na és a világ legnagyobb siklóernyője? Nem! Már megcsinálták! Jól van, akkor mit szólna a leghosszabb kacsa sípoláshoz? Ha? Elég hosszú volt. Sajnálom, de a rekord megdöntéséhez még több mint 2 perc hiányzott. És a legjobb siklóernyős becsapódás? Nem! Tökéletes hely a piknik ez észre. Igaz, hogy egy szakadék szélén billegek, de legalább egyedül vagyok. Hello, zöldsíkos úr! Mit keresel itt? Semmit, csak megpróbálom beállítani a legveszélyesebb görkorizás világrekordját. Azt nem hinném. Medvével a kezemben? Nem. Plusz egy oroszlánnal? Nem. Plusz egy cápával és zsonglőrködöm is velük. Nem. A kígyó is lett volna, tiéd lenne a rekord. A léplem jelölt garomba leszek. Oké, maga a szakértő. Jó leszik a napsütés. Végre lazíthatok. Tadám! A világ legnagyobb alufólia labdája. Ismételten alul maradtál.
van egy ennél sokkal nagyobb alufólia labda. Tényleg? Nézd meg, a banán haverjai tartják a rekordot. Igen, az a labda tényleg jó nagy. Jól van akkor, enyém lesz a legokosabb agy rekordja. E egyenlő MC négyzet. Nem. Na hát. Oké, akkor megpróbálom a legnagyobb fog rekordját. Nem. A legtöbb kobracsok. Nem. Leghosszabb bajusz és szakáll. Nem. Elég, hagyd abba. Ide figyelj, Dilinyós, egyre közelebb kerülsz egy rekordhoz. Tényleg? És mégis melyikhez? A világ legbosszantóbb kókuszdiójának rekordjához. Hűha, és milyen közel vagyok? Nagyon közel. És most tűnés! Hurrá! 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 Ez mennyire bosszantó? Csekénység! Ennél jobbat is tudok! Posta! Csomag zöldsíkos úrnak! Hát találjam ki, mi lehet ez? Talán egy bizonyos kókuszdió? Furcsa, megesküdtem volna, hogy... Zöldsíkos úr, ezt nézze meg! Megvan a rekord! 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 Nincs! Nem érintem meg, nem érintem meg, nem érintem meg, nem érintem meg, nem érintem meg! Jaj, ne! Állj! Állj! Azért nem lehet a tiéd a legbosszantóbb rekord! Mert még ha engem bosszant, azt is más, talán aranyosnak is imádnivalónak tart. Kedves tőletek, hogy ezt mondjátok, de még mindig nincs világrekordom. Hát, azt hiszem kénytelen leszek próbálkozni tovább és tovább és tovább és tovább és tovább és tovább. Hát már nem sokáig próbálkozhatsz, mert holnap reggel elutazom a szigetről. Akkor muszáj lesz magával mennem. Ha mindenhová követem, nagyon-nagyon sokáig, egyszer biztosan rekordot állítok. Mi is mehetünk, Fred? Persze, szuper lesz. Én a hajón tengeri beteg leszek. Én már a hajó gondolatától is tengeri beteg leszek. Ó, milyen csodás ötlet! Igen, menj zöldsíkos úrral, és vidd magaddal az összes barátodat. Ó, egy majdnem itt maradt. Nem, várj! Most jöttem rá, hogy már van egy világrekordod. Nem, nincs neki! De igen, van! A legtöbb világrekord beállítási kísérlet egyetlen nap alatt. A saját rekordom! Olyan boldog vagyok! Boldog, 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 boldog! 6 óra van! Jobb, ha csipkedem magam! Miért? Már alig van idő, mielőtt elmegy bejegyezni a rekordomat! Az egy napon belüli legtöbb világrekord beállítási kísérletet! És azt akarom, hogy sose döntsék meg! Ha kellek, a Holdon leszek! Szuper vagyok! Látja? Megmondtam. Időutazás. A mai hőmérséklet... Jaj, forró! Szia, Cserko! Elviszel minket! Fred! Hol vagy? Azt ígérted, ma besegítesz! És segítek is! Szórakoztatom a fagylaltot! Bemutatom a barátomat, vanília fagyit! Örülök, hogy megismertem, Cseresznye úr! Cserko! Hogy szunyókáljak és napozzak ebben a hőségben fagylat nélkül? Már is viszem, Dinnye úr! Ajjaj! Ez nem fagylat, Cserko! Ez cukros leves! A jégkrém legyen mindig hideg! Hideg, hideg, hideg! Ó, majd mi lehűtjük önnek, Dinnye úr! Hideg!
És hogyan hozzuk ki a jégkrémet? Gyorsan, 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 mielőtt elolvad. Kapcsolj rá, vagy különben... Különben? Mi? Különben átadom a munkádat a fagyismajomnak. Fagyismajom, egy dupla mogyorós karamellát. Fagyos és hideg. Pont, amilyennek lennie kell. De belenyúlt a koszos mancsával, és az arcába dobta. Ez igaz, de lehűltem tőle. Fagylaltot akarok, de csipkedd magad! Az első vevőt vidd oda neki a fagylaltot, mielőtt elolvad. Gondolod, hogy képes vagy rá? Na, náhogy, Dinnye úr! Az az aka! Köszi, Fred! Szegény Csárkó úgyis belebukik. Igaz, fiúk? Arra Csárkó! Arra Csárkó! Mindjárt odaérek! Parancsoljon, Szilvai néni! Nem adnál egy szívószálat is, fiam? Most mihez kezdjek? Mire odaérek a fagyival a vevőhöz? Már csak ragacsos löty! Lássuk csak! Mivel segíthetnénk Cserkónak kihordani a fagyit? Fred fagyis kocsija. Használhatnád az új időgépünket? Nem vagyok időgép! Csak egy órát ragasztottak a fejemhez! Ez csak te állítod? Ez a legzsémbesebb időgép, amit feltaláltam! Most jutott eszembe! Nekem is van egy időgépem! De az enyém nem panaszkodik! Fred, ez... Ezt nézzétek! Az időmasina fantasztika! Vízálló, ütésálló és végtelen garancia van rá, vagy egy év, amelyik előbb leterik. Fred, csak mert az van az órádra írva, hogy időmasina fantasztika, még nem jelenti azt, hogy tényleg időgép. Hazugnak nevezett Fred óráját! Bocsi, csak tudjátok... Képzeljétek el, ha tényleg időgép lenne! Visszautazhatnánk az időben? Csak mert az van az órádra írva, hogy időmasina fantasztika, még nem jelenti azt, hogy tényleg időgép. Hazugnak nevezett Fred óráját! Látjátok? Visszajöttünk 15 másodpercet! Visszatértünk a múltból! Most hová menjünk? Menjünk nagyon vissza az időben! Texasba! Szerintem az nem lehetséges, srácok! Milyen hozzáállással nem is, Nyúl Béla! Srácok, az első, amire használnunk kell az időgépet, hogy segítsünk Cserkónak a fagyi hordásban! Ugorjatok fel! Ha visszamegyünk az időben, oda vihetjük Szilvai néninek a fagyiját, még mielőtt megrendeli! Szilvai néni? Szilvai néni! Ébredjen! Betörök! Egy pillanat, fiam! Csak előveszem a tárcát! Tudod, Fred? Pontosan tudom, mire gondolsz, Cserkó! A naptár funkció segítségével még messzebb visszamegyünk! A télbe! A hidegben nem olvad meg a fagylalt! Gyerek be! Fagyis, Cserkó! Már is megyek! Június? Április? Október? December! Hoppá! Elfelejtettem! Nálunk a tél is pont olyan meleg, mint a nyár! Oda kell visszamennünk, amikor még tényleg nagyon-nagyon hideg volt! Srácok, nem tudjátok, merre van a kőkorsz? Ha ebbe beleesünk, a fagyi biztosan elolvad. Még jobban vissza kell menni. A jégkorszak! Ez tökéletes! Igaz, srácok? Megfagytunk!
A kókusztejem is megfagyott! Mi volt ez a hang? A hajvágás! Az ötös szám! Nem, azt hiszem ez a fertelmes szörny! Jöjjön, Cserkó! Megmentem magunkat! A fertelmes hószörnyen nyomunkban van! Ugye milyen szuper? Fred, használd az órát! Tűnjünk el innen! Ismét itthon vagyunk! Ez jó móka volt, de most más megközelítést kell alkalmaznunk. Ó, hála Istennek! Inkább a jövőbe kell elmennünk. Az, ahol Texas is van. Nem. Biztosan kitalálták már, hogy tartsák hidegen a fagyit a jövőbe! Leváltottak. És a fagyismajom arra használta fagyiárusi pozícióját, hogy ő legyen a sziget gonosz uralkodója. Te is, fiam, majom. De az nem olyan biztos, Cserkó. Ez csak egy lehetséges jövő. Menjünk még előrébb! Üdvözöllek a jövőben. Már a valaha létezett összes problémát megoldottuk. Ütődés, penészedés, túlélés. Ez az igazi! Elnézést, uram! Hogy óvják meg a fagylaltot az olvadástól? Micsoda! Megörültetek! Arra senki sem képes lehetetlen! Nem értelmezhető! Nem értelmezhető! Nem értelmezhető! Nem értelmezhető! Cserkó! Merre vagy, Cserkó? Sajnálom, Dinnye úr! Cserkó, egy percet kapsz, hogy kividd Szilvai néninek a fagylaltját, különben ki vagy rúgva! A fagyis majom ugrása kész! Egyetlen perc, Cserkó! Jaj, Fred! Most mihez kezdünk? Használjuk az órát! Fred, az a röplabda kilapít minket! Vissza, 5 másodpercet! Megy vissza a feladónak! Segítség! Jaj, ne! Itt van Töme! Világítjuk meg kicsit jobban a helyzetet! És küldjük vissza oda, ahonnan jön! Mindjárt odaérünk! Fred, a nap! Óra átállítási csel! Vissza 5 percet! És sikerült! Parancsoljon, Szilvai néni! Jaj, de hideg! Megfagyok! 3, 2, 1! Nagyon ügyes voltál, Cserkó! Fagyis majom, ki vagy rúgva! Nagyon klassz órája van, Dinnye úr! Ez egy stopper óra, Fred. Stopper óra? Ne! Hűha! Ez aztán szuper nap volt, nem igaz? Egyetértek? Mit szólnátok, ha visszamennénk az időben, és végig csinálnánk újra, és újra, és újra, és újra? Jól van, oké! Menjünk! A bűnözők megszöktek a börtönből, és az erdőben bujkálnak. Mozgósítsd az erdei rendőrőrsöt! Építsd meg az erdei rendőrőrsöt, és vesd be a rendőröket! Kapd el a bűnözőket, és zárd börtönbe őket! De vigyázz, a gazfickók megint szökni készülnek! Kezd meg az üldözést, és nyerj egy új erdei rendőrkapitányságot! Ajándék a szemfüles rendőrsegédeknek! Csatlakozz most! A részleteket keresd a játékboltokban! RTL Klub. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Thank you.
with the Tom and Jerry Show. You'll begin with a grin when you first do the sin on the Tom and Jerry Show. Lots to sing, everything's gonna swing, so get ready, here we go. Big or small, short or tall, you will all have a ball on the Tom and Jerry Show. Tom és Jerry új kalandjai. A varázsló segédei. Végre eljött a varázslók évszázadonként egyszer megtartott gyűlésének ideje. Sepstone most megmutatja, ki a legjobb varázsló közülünk. Ó, Manfred! A kellékes szobám kész káosz. Hol van az a semmire kellő segédem? Manfred! Már megint alszol munkaidőben? Bocsi, mester! Kicsit elgóbiskoltam. De most utoljára lusta, kutya! Találnom kell egy új segédet helyetted. Aha, vagy még jobb, rögtön kettőt egyáráért. Á, nagyon örülök, hogy jelentkeztetek, hogy a segédeim legyetek. Hogy engem helyettesítsen egy macska meg egy egér? Ezt nem teheted, mester. Bármit megtehetek, te pedig menj és kergesd a farkad. Oké, meg... Te jó ég, ott van! De a lábaim már megint jégcsapok! Rendben, fiacskáim, mit csináltok itt? Valami a sarkon túl? Ha! És még egy! Uffa, jaj, jaj, egy igazi rendőr! Te pedig mész egy igazi börtönbe! Szuper szörny, az ős ellenségem! Biztosan te elszemed! Szép munka, szuperköpeny! A két helyetteset egyenesen becsalta őt a csapdában! Szép munka, fiúk! A tetteitek visszaadták a bátorságomat, hogy egyedül csináljam tovább. Egyetlen férfi sem ijeszthet meg többé. Hallottátok? Egyetlen férfi sem! Tadadadom! Ne! Ne! Segítség! Csak te ne! Megfeledkeztem Dagi Mamiról! Kilépek! A munka a tiédek! Tadadadá! Most tehát a város újra békés, és a ruhákat minden nap a szabóságból szállítják félelem nélkül. Mert a szuperköpenyes Tom és Jerry minden bajt elűz. Szállítmány! Na hát, ott repül két igazi szuperköpenyes ős!